Ma a Színház világnapján osztjuk meg nézőinkkel a jó hírt, hogy az Eddi Magyar Televízió Színház címmel széleskörű projektet indít. Minden szombaton este 8 órától prózai előadásokat láthatnak, míg vasárnaponként a zenés művek világába kaphatnak betekintést, szintén este 8 órától. A gyerekeket szombatonként délelőtt 10 órától várjuk a képernyők elé. Az elmúlt napokban számtalan példáját láthattuk annak, hogy a világ legtekintélyesebb kulturális intézményei megnyitják digitális archívumaikat. Azoknak egy-egy igen értékes darabját elérhetővé teszik mindenki számára. Az Erdélyi Magyar Televízió együttműködve az Erdélyi Magyar Színházakkal az elmúlt évek legjobb produkcióit hozza el nézőinek minden hétvégén. Abban bízunk, hogy az előadások segítenek majd elviselhetőbbé tenni a valóságot. A színház rendkívül fontos, mert a nyelvi kultúrán kívül olyan híd, amely összekapcsolja a különböző nemzeteket, nemzetiségeket. Ezért ezekben a nagyon nehéz időkben rendkívül örülök és üdvözlöm az Erdélyi Magyar Televíziónak azt a kezdeményezését, hogy színházi előadásokat közvetít felvételről. A kezdeményezéshez alig néhány nap alatt már több rangos intézmény csatlakozott. A sor nyitott, bármikor újabb társulatok válhatnak a színház tagjává. Mivel ez egy rendkívül helyzet, ezért hasznosnak látom azt, hogy a rengeteg ember, aki különböző okok miatt arra kényszerű, hogy otthon legyen. Nagy segítségére lehet az, hogy televízión keresztül és más hordozókon keresztül hozzáférhetnek azokhoz a kedvenc műfajaikhoz, amikethez most nem élőben nem tudnak hozzáférni. Így akár az Erdély Televízió képernyőjén is megnézhetik a kolozsvári, vásárhelyi és székelyföldi színházak és a kolozsvári opera előadásait is. A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháza Facebook oldalán szavazást indított, amely alapján az interneten is követhető lesz online néhány előadásuk, de csatlakoztak a színházhoz is. Ugye egy színházi előadás az folyamatosan alakul azoknak az energiáknak a függvényében, ami a színpad és a nézőtér közt van, meg eleve a színészek közt. Meg. Tehát mindegyik előadás más ebből a szempontból. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezeket úgy is kell nézni, hogy nem színházat nézek, hanem egy felvételt nézek egy előadásról, és talán ez a legfontosabb. A színház holnap reggel 10 órától a gyerekeket várja az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Csukás István a Téli Tücsök meséi című produkciójával. Az esti előadások sorát holnap este 8 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház legendás Csehov Cseresznyéskert című előadásával indítjuk. Majd vasárnap este 8 órától a Kolozsvári Magyar Opera Társulatának előadásában ifjú Johann Strauss a Denevér című operettjét láthatjuk. Tapsolni otthon is ér. Itt az ide!